Debrecen város nevezetességei közé tartozik a nagy múltra visszatekintő Grand Hotel Aranybika szálloda. Nevét alapítójáról, Bika Bálintról kapta, aki 300 éve egy 7-szobás fogadó építésével alapozta meg a hotel történetét. 1914-ben Hajós Alfréd és Villányi János tervei alapján épült fel a szálló, szecessziós stílusban, mely a város egyik emblematikus épületévé vált. A turisták által kedvelt hotelt 1972-ben egy új szárnyal bővítették ki. Az Aranybika közkedvelt helye a külföldi és belföldi turistáknak hétvégi kikapcsolódás céljából. Konferenciáknak és képzéseknek is helyet adhat teljes körű ellátással, amelybe az ingyenes internetes hozzáférés is beletartozik. Jelenleg a hotel 205 szobájából 98 üzemel. A patinás szálloda étterme az üvegteremben található, amely valaha a város bájainak helyszínéül szolgált. A termet század elejé csillárok és ólomüveg ablakok díszítik, itt jelenleg 100 fő részére tudnak helyet biztosítani. A szálloda halljába érkezve a vendégek annak sokoldalúságával találják szemben magukat, az Aranybika hallja galéria jelleggel működik, ahol negyedévenként újabb és újabb kortárs képzőművészeti kiállítások tekinthetők meg. Jelenleg Uzsonyi Ferenc festményei láthatók a falakon, melyek a helyszínen meg is vásárolhatók. Az épp aktuális kiállítás mellett az ajándékboltban népművészeti tárgyakat, szuveníreket vásárolhatnak a hotel vendégei. Az Aranybika a kor igényeihez igazodva wellness szolgáltatásokat is nyújt, így például sókamra, szauna, halkegyikkör és uszoda áll a kedves vendégek rendelkezésére. Igény esetén fodrászat, kozmetika és masszázs is elérhető a szépülni és pihenni vágyóknak. A hotel fénykorában török fürdő szolgálta ki a vendégek igényeit, ami sajnos ma már nem látogatható. A Grand Hotel Aranybika különlegességét a szálloda nosztalgikus, avagy retro hangulata adja, hiszen ebben többletet kínál a hasonlóan széleskörű szolgáltatásokat nyújtó szállodákhoz képest. Az Aranybika Grand Hotel halljában és lépcsőházában nagyméretű festett üvegablakokkal találkozhatunk, amelyek a debreceni történelem és a művészeti élet nagyjait ábrázolják. Ezen az ablakon Petőfi Sándor és életének, műveinek különböző mozzanatait láthatjuk.